Nem mondtak fel, de nagyon elkeseredettek a győri Pécs Aladár kórház sebészei. Az orvosok itt is a túlterheltségre és az alacsony ügyeleti díjakra panaszkodnak. Levelet írtak a kórház főigazgatójának. A főigazgató válaszolt, válaszában az áll, hogy nem tud több pénzt adni az orvosoknak, ugyanis bármilyen emelés több millió forintjába kerülne a kórháznak. Maga a kórház főorvosa Tamás László János van most a telefonvonal túlsó végén. Jó estét kívánok! Úgy tudom, hogy ma este ön egyeztetett Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkárral. Igaz-e ez, és hogyha igen, akkor miről beszéltek? Jó estét kívánok a kedves nézőknek is! Egyeztetés helyett inkább azt mondanám, hogy tájékoztattam államtitkárokat a helyzetről, mivel a kérdés ordejére mindenképpen figyelemfelkeltő kell, hogy legyen mindenki számára. Nem nagyon szoktak sebészek az élvonalba járni hasonló gondokkal. Én azt gondolom, hogy ha a mai másfél-két órás megbeszélés végeredménye az is volt, hiszen három hetet készültünk közösen kollégáimmal, főigazgató főorvos mellett a orvos igazgatói szerves igazgató, hogy mindhárman egyébként sebészek vagyunk. Három hétig készültünk arra, hogy a elkeseredettséget számszerűsítsük, hogy valóban túlterheltek-e. Nem mindenben értettünk egyet, sok mindent el tudunk fogadni. Azt viszont egyértelműen mondhatom most is, hogy ennek a forrása nyilvánvaló pont egy kis csoportnak nem megvalósítható. Államtitkárral arról beszéltem, hogy hosszú távon milyen egyéb olyan kiegészítő források jöhetnek esetleg szóba, de ezt is nyilván végre meg kell tárgyalni, ami nem pontosan a sebészeknek, hanem kiemelt centrumoknak túlterhelést okozó ellátások miatt esetleg lehetségesek vagy nem. De én gondolom, hogy ez nem tárgyalás, mint egy tájékoztatás. Úgy teszem fel akkor a kérdést, hogy megnyugtató volt-e ez a megbeszélés? Nyugodtabban alszik-e most azután, hogy tárgyalt vagy beszélt az államtitkárral? Én azt mondanám, hogy a kollégáimmal történt megbeszélés után tudtam abban megnyugodni, hogy nem eszkalálódik a helyzet, és bár lehet, hogy feszültnek nevezünk, de mindenképpen értették, hogy a kórház nincs abban a helyzetben, hogy különösen egy dominó döntésével az összes dominó eldőljön, hiszen úgy tudjuk, hogy azért a sebészek szoktak a legnehezebb helyzetben lenni a kórház dolgozói közül, orvosok közül se, de a szakdolgozók is nehéz helyzetben vannak. Tehát én elfogadva minden elkeseredettséget, azt kell mondjam, hogy jelen pillanatban nem ez az irány, amit nekünk venni kell. Államtitkár úrral való megbeszélésem azért nyugodott meg, hogy ő is tudja, hogy mi történt Győrben, mindössze ennyi. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, viszont hallásra.